Nem is dugtunk. Rád emlékeznék. Én gyereket akarok szülni. Most végül visz. És mégis kitől? Senkitől. 10 éve várok az igazira, és kifogtam az összes hazug libidócsődört, úgyhogy közt lemondok róla. Te miért nem szültél annak a francia pasignak, hogy is hívták? Pierre. Ő akar gyereket, nem? Persze, csak elfelejtett az országban maradni. És az a cuki szobrász, Gergő? Az festő volt. És csak akkor nem dugta meg a modelljét, hogyha csendéletet festett. Hát valakinek akkor is meg kell csinálni azt a kölyköt. Még egy nyomvat kis öngyilkosságra se vagyok képes. Miért csináltad? Főiskolán én voltam a sztár. Minden srác engem akart megdugni. A legtöbbnek sikerült is. Azt kapsz meg, akit csak akarsz. Már nem ugyanaz. Hülye, 34 éves vagy. 33 és fél. A művésznő, kérhetnék egy autogramot? Persze. Hogy hívják? Lajos. Tudja mit? Adok 2 jegyet a premiéremre. Jöjjenek el a barátnőjével. Nincs barátnőm. Akkor pláne. Köszi. Na milyen? Kurvás. Akkor jó. Szex és már semmi eligére? Igen. Krisztián vagyok. Csőcs. Nem azt hittet, hogy szőke vagy? Nem a fejemen. I looked all over the world in every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing with myself. So let's sink another drink, cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask the world to dance, and I'd be dancing with myself. A szemeddel. Mégiscsak akkor van köztünk valami, ha már a szememből olvasom. Igen, úgy hívják ellenszem. Gyere!
mire számítottatok? Engedélyezték a gyűlést. Hol érzte? Hát egyetlen dolog van engedélyezve, az, hogy kusba legyél. Pont ezen kell változtatni. Hogy? Hogy üntettek? Megzászlókat vagdostok, aztán végignézitek, ahogy szétlövik azokat a szerencsétleneket, akik az első sorban állnak. Nem kellett volna így történnie. Igen, és ezt mondod majd az imi anyjának is, vagy mit? Azt, hogy a fia a szabadságért halt meg. Nem, a fia azért halt meg, mert fejbe lőtt egy rohadt nagy géppisztoly. Azért halt meg, mert elhitt, hogy változhat valami. Tudta, mit vállal. És azt mondta, hogy ez élete legszebb napja. Nem, azt mondta, hogy most kezdődik az élet. Azt mondta. I see you writing and I'm thinking, what is he writing about? Is it a novel? No, but there was a novelist in it. Really? Who? Oh, I can't tell you that. Otherwise I'd have to kill you. Must be someone famous then.